Így visszanézve a történteket azt mondhatjuk, hogy a művészetek előrejelezték a világ változásait. Erről a tendenciáról beszélt Aknai Tamás, művészettörténész. Ha megvizsgálja az ember a művészet megjelenésének első pillanatait, már akkor is látja, hogy a valóság birtokba vételének körülbelül milyen akadályai vannak, hogy nem lehet teljességével és minden részletével birtokolni a valóságot. Megközelíteni lehet, elmélyülni és egyre jobban és egyre finomabban megismerni azt, ami körülvesz bennünket, anyagi és szellemi tekintetben egyaránt, és ennek valamilyen módon formát adni, valamilyen módon anyagban közvetíteni. Ez egy késztetés, ez egy különös ördög sarkantyúja, mióta létezik az ember, azóta ott van a véknyában ez az ösztönzés, hogy valamilyen módon, valamilyen tevékenység során, de jelét és formáját adja annak, hogy ő létezik. És ennek rengetegféle formája van, az etnográfia az gyönyörűen bizonyítja azt, hogy a legkisebb emberi együttélési csoportok is milyen fantasztikus nyelveket találtak ki maguknak a reprezentációjukban. Elég a ruházatot vagy az építészetet említeni ezen a téren, mely alapján jól elkülöníthetőek emberi csoportok, vagy a csoportokon belül még kisebb egységek. A valóságra vonatkozóan minden műalkotás helyén van, és készen van, és minden műalkotás, ha akarjuk, ez nagy mértékben függ a mi szándékunktól, de meg tud nyilatkozni önmaga koráról feltétlenül, és feltétlenül tud üzenni már csak avval is, létezésével egyáltalán, már csak avval is, hogy létrejött, hogy voltak valakik valamikor, valahol, akik teremtettek valamit, akik mondjuk építettek és nem romboltak, akik hozzátettek és nem elvettek, akik kitaláltak, fejlesztettek, stb. Ez már egy tanulság a legújabb kor embere számára. De tanulság olyan tekintetben is, hogy megfoghatóbbá teszi a gondolkodás fajtól, nemtől, nemzetiségtől, sok minden mástól függő formáit. Nagyon eltérő gondolkodásmódok vannak, nagyon sok eltérő logika van. A művészet tanulsága kezdettől a mai napig azt talán, hogy elcsodálkozik az ember bizonyos logikákon, bizonyos fejlesztési módszereken, a birtokba vételnek, vagy az eszközhasználatnak bizonyos módszerein. A 19. század a magyar művészet perspektívájából azt mutatta meg, hogyan jelenik meg az az anyag, amit a világ egyetemes képzőművészete harmonikus, békés körülmények között létrehozott határainkon belül. Elindul a 19. század elején valami, ami mondjuk a magyar nyelv megteremtésével is párhuzamos. Bár létezett a magyar nyelv, és gyönyörű költői művek születtek már a 17.-18. században is, de azért a Kazinczy Ferenc megjelenésével, a Magyar Tudományos Akadémia a nyelv ápolásáról, gondozásáról szóló különböző nézetek jelezték, hogy itt a magyarság, mint egy önálló, külön, jól körülírható kulturális entitás is helyet kér magának az egyetemes művészettörténetben. Azok a kérdések, melyeket a 19. század magyar művészettörténete feltett, ma is feltehetőek, állítja Aknai Tamás. Szerintem minden kérdés aktuális, amit a 19. század, vagyis hát a magyar művészet megteremtésének első próbálkozásai során föltettek maguknak. Részletezhetnénk ezeket a kérdéseket, az előadásom lényegében ezekről a döntésekről és választásokról fog szólni, hogy kihez forduljunk, kitől tanuljunk a tanulásban, mennyi része lesz a saját felfedezésnek, vagy a saját invenciónak, vagy a saját személyiségnek, és mennyit veszünk át, tudunk-e nemzetközi kommunikációt teremteni azokkal a formákkal, amelyeket mi létrehozunk. Azt nem tudjuk zárójelbe tenni, és meg nem történtnek tekinteni, ami mai gesztusaink előtt ismeretessé vált a számunkra. Tehát bennünket befolyásolnak a korábbi döntések, vagyis hát félig meddig igaznak tetszik az, hogy a történelem az élet tanító mestere volna, mert körülnéz az ember, és mindenféle frazeológiában felfedezi azt, hogy itt bizonyos fokig már előkészített terepen járunk, és olyan eszközöknek és olyan tudásnak a birtokában
vagyunk, amit feltétlenül ki kell egészíteni az új felismerésekkel, ezek között mondjuk a tagadásnak jelentős szerepe van, vagy az újraírásnak, vagy az újragondolásnak, a logikák újból eredetéhez való visszavezetéséhez és megint elindításához. Tehát itt a konstruálásnak és a dekonstruálásnak, a tagadásnak és az építésnek nagyon különös összjátékát figyeli az ember ebben a pillanatban. Tehát a jelen az egy ilyen konfúzus, nagyon különösen összetett jelenség. Épp itt az ideje, hogy újraolvassuk a magyar kultúra történelmét, mert számtalan olyan alkotó volt, akiket most fedezhetünk fel. Vagy a világirodalom, a zeneművészet, vagy a képzőművészet legaktuálisabb csapásain haladtak. Csak éppen az adott kor nem értékelte őket súlyuknak megfelelően. Bizalommal kell lenni a történelem iránt, mert mindaz, ami történt, oktathatja a mai embert. Véli Aknai Tamás, művészettörténész.